Igen, abszolút. A kutyák erre vevők és fogékonyak. Vannak érzékenyebb kutyusok, akik ugye sokkal jobban, nekik valahogy erősebb receptoraik vannak erre, és vannak olyan kutyusok, akik kicsit buflákabbak és kevésbé, de még ők is érzékelik ezt. Tehát a válaszom az egyértelműen az, hogy igen, és jó is, hogyha ennek tudatában vagyunk, mert ha én például nagyon ideges vagyok valami miatt, mert rossz napom volt, meg rossz volt a munkában, meg mit tudom én, és utána hazamegyek, és jó, akkor most megtanítom a kutyát erre-arra, és idegesen ott nekiállok, akkor valószínűleg a kutya nem fog velem szívesen együttműködni, amitől csak még idegesebb leszek. Tehát mindig érdemes a kutyával való tevékenységemet a hangulatomhoz igazítani, illetve hangulatomat igazítani a kutyához. A képzés közben nagyon fontos ezért, hogy amikor tanítom valamire, akkor én is jókedvű legyek, mert akkor lesz ő is jókedvű.